31 éves a leukémiás gyermekekért alapítvány, ebből az alkalomból jótékonysági futást szerveztek Hortobágyon. A szervezők ezzel a programmal kívánják felhívni a figyelmet hazánk látnivalóira, és mindehhez egy szép misszió is társul. A futás házigazdája és műsorvezetője Stól András volt, aki mindig is támogatni fogja az ilyen rendezvényeket. Azt mondta, hogy mindenben segíteni kell a beteg gyerekek gyógyulását. Merőfényes napsütésben gyülekeztek a futók a bemelegítő tornára. A Hortobágyi Pusztai Állatparkban több mint 400-an gyűltek össze. Egy közös cél vezérelte őket, hogy fotókkal, videókkal motiválják a jelenleg is beteg gyerekeket és szüleiket. A Fuss, Fotóz, Mosolyog programsorozat lényege, hogy Magyarország legszebb helyein több távon szerveznek jótékonysági futást, melyen a résztvevők lencse végre kaphatják a táj szépségeit. Fantasztikus, tehát ezt látni, hogy több mint 400 ember fut, és csodálatos időnk van, ez fantasztikus. A gyógyult gyerekek az élen, velük együtt kezdhették meg a futást, és együtt futhatnak a támogatók a gyógyult gyerekekkel, ez egy fantasztikus érzés. Akik jelentkeznek a futásra, nem csak szép tájakban gyönyörködhetnek, hanem megismerhetik a leukémiás gyermekekért alapítványt és a gondozott gyerekeket is. A kezdeményezés egyébként az ország több pontján megmozgatta az embereket. Mind a négy helyszínünk egy turisztikai csoda Magyarországon, és a futóknak is ezzel szeretnénk egy pozitív benyomást adni, azon kívül, hogy nagyon sokat segítenek az alapítványon, hogy olyan helyeken futhatnak, ahol egyébként a mindennapokban nem tudnak esetleg eljutni, és nekik is adva egy plusz löketet arra, hogy a futás milyen csodás, és a sportra felhívni az ő, vagy hát mindenkinek ugye a figyelmét, hogy sportoljon minél többet a természetben. A Fuss, Fotóz, Mosolyog sajátossága, hogy úgynevezett fotó-fotó pontokat is kijelölnek. Az ott elkészült mosolygós kép ugyanis szintén erőt adhat a kezelés alatt álló kis hősöknek. Pont ezekre a turisztikai kis csodákra szeretnénk még nagyobb figyelmet fordítani, hogy ezekre a pontokra jussanak el a gyógyult gyerekek, a most kezelés alatt álló gyerekek és családjaik, mert ezek a fotók bekerülnek az osztályra, és ezekkel a fotókkal motiváljuk őket arra, hogy egy pár év múlva, vagy akár pár hónap múlva ők is ezen a helyen csináljanak egy fotót, és ugye most ugye nagyon sok futó motiválja ezzel a fotóval, az ötletével, a mondatával a mostani kezelés alatt álló gyerekeket és családjaikat. A futáson kiemelt szerepet kapott a környezettudatosság is. A futók nem használtak poharakat és műanyag flakonokat. A futók a frissítő pontokon ballonokból töltették fel a saját kulacsaikat vagy poharaikat. A több mint 400 induló nevezési költségéből közel 20 családnak biztosítanak téli tüzelőanyagot a szervezők. A nevezési díj az 5000 forint, ugye, ennek a fele elmegy ugye a költségekre, mert ugye pólót, érmet, meg a rendezési költségekre. 2500 forint az, amivel támogatják fejenként az alapítványt. Ahogy elmondtam a köszöntőmbe is, az idén ezt teljes mértékben tüzelőanyag vásárlására fogjuk fordítani. Úgy számolunk, hogy egy 15-20 családnak tudjuk az egész téli tüzelőanyagot megvásárolni ebből a támogatási összegből. A sportrendezvény házigazdája és műsorvezetője Stól András volt, akit meghatott ez a közösségi összefogás, ami a beteg gyerekek gyógyulásáért valósult meg. Én azt gondolom, hogy ha a gyerekekről van szó, akkor bármikor és bárhová elmegyek. Ráadásul nagyon kedves barátaim szervezték ezt az eseményt, úgyhogy én azt gondolom, aki segíteni tud, annak kötelessége segíteni. Bármilyen ilyen jótékonysági eseményen, főleg úgy, hogy gyerekekről van szó. Ez nagyon felemelő dolog. Főleg úgy, hogy az egyik aktivista hölgy elmondta, hogy azok a pólók, amiket kaptak az indulók, azokat a gyerekek és a szülők hajtogatták össze, és lehet, hogy éppen az, amiben bemelegített egy egészséges fiatal vagy egy egészséges gyermek, azt egy beteg kisgyermek hajtogatta össze, ezért az embernek összeszorul a szíve egy ilyen dolog hallatán. De igazából nekem az volt fantasztikus, amikor elrajtoltak és elkezdett kígyózni ez a sor. Iszonyatosan jól nézett ki itt a Hortobágyon, ahogy szaladtak az emberek. Több ismert hazai előadó művész is csatlakozott a nemes kezdeményezéshez. A résztvevők hál' Istennek nagyon sokan eljöttek, tehát meglepően sokan, 400 ember jött el most erre a rendezvényre, sőt olyanok is, akik vannak itt, akik nem beregisztráltak, de nem tudtak eljönni, például, hogy ismertebb embereket mondjak, Tankcsapda beregisztrált, Kovaszkék beregisztráltak, a Desperának a volt énekese Bettike beregisztrált, ők sajnos nem tudtak eljönni, de segítettek a regisztrációjukkal, és mindenki jól érzi magát, ahogy látom, mindenki lelkesedik, mindenki csinálja, amit kell. Úgyhogy örülünk.
A hazai sportélet kiemelkedő alakjai jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát. Hatalmas öröm volt Bernát Csabának is, hogy tömegek mozdultak meg a jó ügy érdekében. Nagyon jó érzés, és úgy tudom, hogy több mint 400-an vannak. Fantasztikus ez a rendezvény, és gratulálok a szervezőknek. Nagyon ügyesek voltak, lenne úgy, hogy sokkal többen vannak, mint tavaly és tavaly előtt. Azt gondolom, hogy most azt az időszakot éljük, az összefogásnak nagyon nagy jelentősége van, és ha tudunk segíteni, aki megteheti, annak segítenie kell. Ez a mai rendezvény is megmutatta, hogy tényleg az emberek, hogyha van egy közös, egy nemes cél, akkor össze tudnak fogni. Nagyon jó érzés látni a sok gyereket, sok felnőttet, állatokat. Tényleg egy igazi családi nap, és nagyon jól érzem magam, itt úgy örülök, hogy ennek részese lehettem. A szervezők számára a legcsodálatosabb érzések egyike, hogy egyre több gyerek csatlakozik a futásaikhoz. Éppen ezért első alkalommal a Hortobágyon gyermektávot is indítottak. Milyen távon futottunk? 2 kilométer. És az anya milyen távon fut? 5. Az anya meg 5 kilométert. Hogy eljön most? Mi? Nekem nagyon jó érzés volt futni. Ugye? Így van. És Győrbe már voltunk ugyanezen a futáson. Igen. Nekem nagyon tetszik. Mert sokat futottam, az anya is fut, csak fejt a lába, de már meggyógyult, és futott velünk 2 kilométert. A szülőknek is fontos volt, hogy gyermekeik is elindultak a jótékonysági futáson. Ők tudják magukról, hogy egészségesek, ezért igyekeznek támogatni a beteg gyerekeket és családjaikat. Ezt a mentalitást igyekeznek a gyermekeiknek is továbbadni. Fantasztikus érzés volt futni, nagyon jó érzés volt átjönni, és látni a mosolyt a gyógyult gyermekeken. Nekünk mindenképpen fontos, hiszen egészségügyben is dolgozunk, illetve azt látni, hogy az egészségért muszáj tenni. Vannak, akik sajnos így születtek és nem tudnak tenni, de úgy gondolom, hogy a futással van kiút. Mindenképp fontos, főleg úgy, hogy az ember sokat sportolt, egész életében sportolt, de hál' Istennek a csajok is örökölték a sport iránti szeretetet. Szaladunk sokat, ugye kutyusunk is van otthon, vele is sokat sportolunk, úgyhogy próbálunk sportosan élni, ugye csajok? Nagyon jól veszük magunkat. Én azért úgy vagyok ezzel a futással, hogy a labda után futok, de a jó célért mindenképpen. Úgyhogy a Tumbász Józsi invitálására érkeztünk, jó barátom is, és így nagyon sok embert meg tudott ezzel mozgatni. Nagyon örülünk, hogy segíthetünk. A kutya az ember legjobb barátja, ez meg is mutatkozott a rendezvényen, hiszen a gyerekek, családok mellett nagyon sok négylábú is teljesítette a távot, támogatva a gyermekek gyógyulását. Úgy gondoljuk, hogy a sport az egy nagyon jó közösségkovácsoló esemény, és ezt pláne, hogyha a kedvencünkkel tudjuk megcsinálni, akkor a napi edzés is le van tudva. Nagyon szép teljesítmény volt. Mobiltelefonnal futnak, itt is fölhívom a figyelmet, mert nem azért, hogy telefonáljanak, hanem hogy a mosoly fényképeket, fotókat megcsinálják.